Míg a Disney arról előszeretettel beszél, hogy milyen Marvel mozifilmek és tévésorozatok érkeznek az elkövetkező években, azt már jóval nehezebb kibogozni, hogy mi a helyzet Csillagok háborúja fronton. Mi most mégis erre teszünk egy kísérletet, összeszedjük nektek, hogy jelenleg milyen Star Wars filmek és sorozatok készülnek a Lucasfilmnél. Egyelőre a hivatalos álláspont az, hogy 2023. december 22-én, 2025. december 19-én és 2027. december 17-én valamilyen Star Wars filmre beülhetünk majd a mozikba, de nem lennénk meglepve, ha ez a terv is borulna, mivel egy 2023. decemberi bemutatóra szánt produkció forgatását már bőven el kellett volna kezdeni, vagy legalább az előkészítési munkálatoknak zajlaniuk kellene. Ezzel szemben még listánk legelső szereplőjéről sem mondhatjuk el, hogy ebben a stádiumban tart. A Patty Jenkins féle Star Wars Rogue Squadron munkálatai ugyanis nem alakulnak jól. A Wonder Woman filmek rendezőjének saját Star Wars moziát egyelőre elhalasztották, sőt, bizonyos források szerint konkrétan parkolópályára is tették. Elvileg ennek kreatív nézeteltérések az okai, Jenkins és a Lucasfilm fejesei nem tudnak megegyezni. Ezzel párhuzamosan viszont a rendezőnőnek bőven van munkája, érkezik a Wonder Woman 3, ha pedig elmerül az új DC-s projektjében, elég kevés ideje maradna a messzi-messzi galaxisra. Fogalmunk sincs arról, hogy ha 2023-ra nem készül el a Star Wars Rogue Squadron, akkor a Lucasfilm dobja a már lefoglalt premiérnapot, vagy esetleg egy másik filmet mutat be helyette. Utóbbi esetben nagyon bele kéne húzniuk. A 2020 decemberében bejelentett Star Wars Rogue Squadron kapcsán egyébként semmi konkrét információnk nincs, azt sem tudjuk, hogy mely Csillagok háborúja korszakban játszódik majd a film. Annyit árultak csak el róla, hogy a vadászpilóták egy új generációjának történetét meséli el. Az már biztos, hogy Taika Waititi Star Wars filmet fog rendezni, melynek társírója Christy Wilson Cairns lesz. Itt azonban meg is áll minden tudományunk, semmiféle egyéb konkrétumot nem jelentett be eddig a Disney vagy a Lucasfilm. Azt sem tudjuk tehát, hogy a 2025-ös vagy a 27-es premier dátum tartozik ehhez a mozihoz. Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke minden esetre azt nyilatkozta, hogy Waititi filmje friss, váratlan, egyedi módon közelíti meg a Csillagok háborúja világát, és valóban az ember nem is várna mást az új-zélandi rendezőtől. Waititi most épp a Thor, szerelem és mennydörgésen végzi az utolsó simításokat, de később sem fog unatkozni, ő felel majd például az új Akira moziért, továbbá megrendezi a legendás francia képregény Adi Inkál filmes adaptációját és egy Tower of Terror című horrort is. Nagyon halkan készült csak a Marvel Studios fejese, vagyis Kevin Feige is saját Star Wars mozia is, melynek forgatókönyvéért a Loki vezető írója Michael Waldron felel. A The Hollywood Reporter értesülései szerint Feige már megkeresett egy komoly színészt egy szereppel a projekt kapcsán, de ennél többet sajnos nem tudunk. Valószínűleg Feige filmje áll egyelőre még a legtávolabb a megvalósulástól, így biztosan nem a következő pár évben fogunk majd jegyet váltani rá. Nem szabad elfeledkezni közben az utolsó Jedi rendezőjének, Rian Johnsonnak saját Star Wars trilógiájáról sem. Még az utolsó Jedi bemutatója előtt bejelentették, hogy Johnson készíti majd a következő nagy Star Wars trilógiát, de azóta sem hallani a projektről. Minden esetre elvileg még mindig tervez vele a Lucasfilm, nem kukázták az egészet. Johnson elmondása alapján teljesen új szereplők látogattak majd el teljesen új helyszínekre ezekben a filmekben, és egy három mozin átívelő, egybefüggő történetet fogunk kapni. Az írásért és a rendezésért is Johnson felel, aki egyelőre még mással van elfoglalva, hiszen a Netflixnek gyártja a Törbejtve második és harmadik részét. Csak ezek elkészülte után kezdhet el érdemben dolgozni az új trilógián. Egyelőre csak pletykaként lehet kezelni, de több megbízható forrás, így a The Hollywood Reporter és a Deadline is beszámolt arról 2020 elején, hogy a J.D. Dillard készít egy Star Wars mozit Matt Owens írói közreműködésével. A film elvileg a Skywalker korában látott Sith planétán, az Exegol bolygón játszódik. Kisebb költségvetésű alkotásról lehet szó, egyelőre azt sem tudni, hogy mozikban tervezi-e bemutatni a Lucasfilm, vagy egyenesen a Disney Plus streaming platformra érkezik. Biztosan a Disney Plusra érkezik azonban egy animációs film, az A Droid Story, melyet a Lucasfilm Animation és az Industrial Light and Magic együttes munkája hív majd életre. Ebben az animációs kalandban a Star Wars világának két legismertebb droidja, R2-D2 és C-3PO válik egy teljesen új hőstársává, hármasban indulnak el egy különleges küldetésre.
a további részletekre, azonban egyelőre még várnunk kell. Jelenleg épp a The Mandalorian első spin-off sorozata, a The Book of Boba Fett fut a Disney Plus-on, de természetesen érkezik a tényleges folytatás, a The Mandalorian harmadik felvonása is. Ezt már a második évad indulása előtt bejelentették. Azt viszont nem kötötték az orrunkra, hogy mikor futhat be a harmadik évad, és azt sem, hogy legalább nagy vonalakban miről is fog szólni. 2022-ben nem nagyon érdemes számítani rá, hiszen idénre van betervezve az Obi-Wan Kenobi és az Andor sorozat, ezekről mindjárt szó esik külön-külön is. Fontos megjegyezni, hogy a The Mandalorian kapcsán tervben volt egy Rangers of the New Republic spin-off sorozat is, de miután a Disney minden kapcsolatot megszakította a Cara Dune-t alakító Gina Carano-val, az a legvalószínűbb, hogy ez a széria végül sosem fog megvalósulni. Ha minden jól megy, akkor még idén megkapjuk a régóta várt Obi-Wan Kenobi sorozatot, amelyben a címszereplőt ismételten Ewan McGregor alakítja, de visszatérhet maga Hayden Christensen is, mint a Darth Vader. Jelenleg talán nem túl merész állítás az, hogy ez a legjobban várt Star Wars produktum. A pontos premier dátumot még nem jelentették be, de valószínűleg az első előzetessel együtt fogjuk ezt megkapni, amit már piszkosul várunk. Az Obi-Wan Kenobi a többi Star Wars tévésorozathoz hasonlóan kizárólag a Disney Plus-on lesz elérhető. Még egy Star Wars sorozat érkezik 2022-ben, ez pedig a Zsivány 1-es, egy Star Wars történet előzménye lesz, annak egyik főhősével, Cassian Andorral a fókuszban. Andort ismételten Diego Luna alakítja, a K2SO nevezetű droid szerepében pedig Alan Tudyk tér vissza. Az előzetes ígéretek szerint az Andor egy sötét kémthriller lesz, ami egyáltalán nem hangzik rosszul. Kíváncsian várjuk, mit hoznak majd ki a témából. Stellan Skarsgård, Adriaan Hona, Fiona Shaw, Dennis Goh és Kyle Zoller biztosan szerepelni fognak a sorozatban, ahogy Genevieve O'Reilly is, aki Mon Mothma szerepét kapta. Bár a Rangers of the New Republic jó eséllyel törlésre került, azért akad még itt egy The Mandalorian spin-off sorozat, mégpedig nem más, mint az Ahsoka, ami értelemszerűen Anakin Skywalker egykori tanítványának, Ahsoka Tanónak legújabb kalandjait meséli el. A címszerepet természetesen a The Mandalorian után most is Rosario Dawson kapja. A Star Wars Rebels animációs sorozatban megismert Sabine Wren Natasha Liu Bordizzo fogja alakítani. Hayden Christensen pedig itt is újra Anakin Skywalker, avagy a Darth Vader bőrébe bújik. A sztori egyelőre nem ismert, de Ahsoka valószínűleg trónadmirális után fog kutatni, megvan tehát az esély arra, hogy később maga trón is megkapja a saját élőszereplős verzióját. Lando Calrissiant sok Star Wars rajongó szereti, legyen szó akár a Donald Glover féle, akár a Billy Dee Williams által alakított változatról. Nos, egyelőre még azt sem tudjuk, hogy melyik színészt láthatjuk majd viszont a Lando sorozatban, így azt sem tudjuk megtippelni, mely Csillagok háborúja korszakban kap majd helyet ez a széria. A showrunner Justin Simien lesz, de nem mostanában fogjuk megnézni az első részeket, a projekt még kezdeti stádiumban van. Hasonló a helyzet a The Acolyte-tal, ami több szempontból is érdekes. A sorozatért Leslie Headland, a Végtelen Matyoska című széria alkotója felel, főhős nője pedig elvileg egy Sith lesz. Maga a történet 350 évvel a bajós árnyak eseményei előtt veszi kezdetét, tehát a legújabb Star Wars korszakban, a The High Republic érában, vagy a köztársaság fénykorának idején játszódik. Ez lesz az első élőszereplős alkotás ebből a korból. Ugyanebben az érában kapott helyet egyébként a Star Wars Eclipse című videójáték, amit a Quantic Dream csapata fejleszt. Végezetül nem maradhatott le listánkról egy animációs sorozat, a Star Wars The Bad Batch folytatása sem. Bár már bejelentették a második évadot, azt nem tudjuk, hogy egészen pontosan mikor fut majd be Disney Plus-ra az új szezon, de akik szerették az első felvonást, azok biztosan nagyon várnak már az új részekre is. Ez a sorozat a Klónok háborúja animációs szériában megismert Bad Batch alakulat sorsát követi végig a köztársaság bukása után, a birodalom regnálása alatt. Egyelőre ennyi Star Wars filmről és sorozatról tudunk, de ahogy látjátok, sok esetben még csak minimális a rendelkezésünkre álló információ. Könnyen lehet azonban, hogy az idén májusban esedékes Star Wars Celebration után sokkal okosabbak leszünk. Eredetileg 2020-ban akarták megtartani ezt a nagyszabású bulit, ami a koronavírus miatt egészen mostanáig csúszott. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna, Patreon iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengettyűt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról.
Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!